Tehát megyünk tovább a bárányvírus területén. Hogy is hívták ezeket az isteneket? Közvetlenül hívták, tehát például a krakói népek istenét Kraknak hívták, a budai népek istenét Budának hívták, vagy a szegedi népek istenét Szegednek hívták, stb. 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 Tehát közvetlenül a család nevekből alakultak ki ezek a dolgok. Vagy a magyarok istenét magyarnak hívták, stb. Stb. Tehát nagyon érdekes istennevek voltak. Akkor ezek az istennevek úgymond megkövülten megmaradtak, ma már még városnevek, országnevek, stb. Tehát végül is az Isten, az, mivel a saját vérünkből származott a gnosztikus időkben, ezért az Isten védett bennünket, hát ezért maradt fenn ilyen szépen a mi csodálatos kis nemzetünk, itt ennyi vérzivatar közben a Kárpát-medencében, mert magyar, a magyarok istene védett bennünket más népektől, így aztán fennmaradtunk, és remélem, hogy még több ezer évig ugyanígy fennmaradunk. De megyünk tovább. Tehát, amikor ezeknek az isteneknek az alkonya bekövetkezett, az idejük lejárt, akkor jöttek idegen népek, biorobotok. Rengeteg biorobot nép jelent meg, és ezek a robotok és az emberek keveredtek. Hát ugye ebből mesztiszek keletkeztek, amely annyit jelent, hogy keverék nép, és itt már megváltozott az egész élet, megváltozott az egész világ, megváltozott a népek hozzáállása mindenhez, hiszen a robotoknak nem a vérükből volt az Isten, vagy más név, másik oldalról nézve az Isten vérei nem a robotok voltak, meg nem a mesztiszek, tehát itt kellett valamilyen változás ebben az egészben. Lett is. Új viszonyokat kerestek, és ezért kineveztek bizonyos entitásokat Istennek, és így keletkezett az ábrahámizmus, amelynek fő istene, Jehva vagy Jehova, átvonul az egész Biblián, olvashatjuk, ott van, tessék parancsolni. De hát ugye ezek az istenek, például Jehova, Jahve, ők már nem a mi vérvonalunkból származnak, ezért nem tudunk hozzájuk közvetlenül fordulni, nem is adnak közvetlen tanácsokat nekünk, és hát nem is olyan biztos, hogy óvják és segítik a népünket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kérem lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra.